A futball éjszakáját idén második alkalommal rendezték 9 NB1-es és NB2-es, 13 NB3-as és 5 megyei csapat stadionjában. A program célja, hogy a sportág ünnepén a labdarúgás közelebb hozza egymáshoz a klubokat és a szurkolóikat. Pakson egy nagyon szép kerek évfordulóra emlékeztek, ugyanis 2019-ben már 30 éve, hogy a paksi ese aranyérmet szerzett a harmadosztályban. Nagy dolog ez a 30 éves találkozónk, úgyhogy óriási dolog nosztalgiázni, a régi csapattársakkal találkozni, úgyhogy ez egy hatalmas élmény. Szerintem a nézőknek is, látom, élvezik minden pillanatát. Ezt szerettük, ezt imádtuk, azért is dolgozunk a labdarúgásban, mert ez egy szerelem. Amit 30 év távolatából azt hiszem, hogy minden ember nagyon nagy örömmel és szívesen fogadta ezt a meghívást, nagy örömmel érkezett, nagyon nagy rizsák mentek az öltözőbe, természetesen azonnal jöttek a régi poénok. Ezért vagyunk együtt. Rendkívül mobilis a kör, mert Rudolf Geriék például a múlt héten Nyíregyházáról jött erre a jótékonysági mérkőzésre, és Záhonyba 20-án szintén találkozni fogok vele, tehát nagyon-nagyon értő társaságról van szó. Visszatér a gyerekkor, ugyanúgy szeretnek futballozni, idősebb korban is, mint ahogy ezt a fiatal korba tették. Az akkori csapat kiegészülve a 91-es bajnokokkal kiváló hangulatú összecsapáson 5-1-es meccset játszott a magyar öregfiúk válogatottal, a zöld-fehérek gólját Porga István büntetőből szerezte. A folytatásban a vendég továbbra is pályán maradt, ugyan fiatalabb korosztállyal, míg a paksiaknál a 2000-es évek játékosai futottak ki a gyepre. Ezt a 2x30 percet Salomon Miklós, valamint Sipeki István két góljával 3-0-ra a zöld-fehérek nyerték. A gála mérkőzéseket az egykori NB1-es játékvezető Makai János vezette. Az eseményről további részleteket és interjúkat keddi Lelátó című sportmagazinunkban láthatnak.